Hú. Hú! Szerencsésnek gondolom azokat, akik megélhették a videójátékipar érájának egyik legfontosabb időszakát, a 80-as évek legvégét, valamint a 90-es évek legelejét. Egyszerre voltak szemtanúi egy ugrásszerű dimenziófejlődésnek, és egyszerre váltak a legfontosabbá a játékkészítők szemében. Nagyon gyorsan lettek nagybetűs, modern fogyasztókká, mai értelemben gamerekké az emberek. Ez az érzés elképesztően jó lehetett a korszak emberének, és irigylem is őket. 1989 valóban komoly fordulópontja volt az iparnak. Abban az évben jelent meg például Jordan McNair mai napig kiváló, az egész gamer világ legmeghatározóbb műve, a Prince of Persia. Igen, ennek a játéknak köszönhetem, hogy most éppen itt vagyok és videójátékokkal foglalkozom az életem egyik legnagyobb részében. Hát, ha valakit érdekel, a táborban mesélhetek. De ez az év nem kizárólag az elbeszélő jellegű játékok miatt lett fontos. Generációk ismerhették meg Will Wright városszimulátorát, a SimCity-t, amelyben saját kis településünk ügyes-bajos dolgait intézhettük, miközben agyonfejlesztettük az infrastruktúrát, majd egy tornádó segítségével porigromboltuk az egészet. Megjelent a Nintendo Game Boy, ami minden velem egykorú kockagyerek legfőbb vágya lehetett akkoriban. Azt hiszem, az óvodában volt valakinek olyanja. Az Isten nyugosztalja. Sőt, a hírhet Power Glove is ebben az évben került ki a piacra, mondjuk úgy mérsékelt sikerrel. Leginkább az látható, hogy mindenki próbálkozott és közben ismerkedett a videójátékok kiaknázatlan lehetőségeivel, és ahogy Beregi Tamás is elmeséli, hogy úgy kell elképzelnünk ezt az időszakot, mint egy barlangot, amelyben roham tempóban haladunk a fény felé. Fogalmunk sincs, hogy merre megyünk, kifürkészhetetlen akadályok vannak előttünk, de ennek az útnak a felfedezésében van az igazi izgalom. Az útban nem a cél, hanem a megtett út a fontos, és talán emiatt volt izgalmas ez a korszak a leendő gémereknek. Kettő darab szájba tekert életem van. Egy életem van. Jó, már ráugrok a szúnyogra. Aztán allergiás is vagyok rá. Ma pedig a rebootok, remake-ek és remasterelt játékok világát éljük. Az új ötletek újrahasznosítása folyik a csapból, hol több, de leginkább kevesebb sikerrel. Alapvetően nem hülyesség egy régi már elfeledett korszak címének újragondolása, azonban sok esetben beleütközünk abba a hibába, hogy az akkori címek hangulata, stílusjegyei, szellemisége valahogy nem úgy, vagy kimondottan rosszul csapódik le a maiakban. Ilyesmi érzés fogott el a Shadow of the Beast újkori konzolos változata közben is. Látszólag egy manapság már nem létező közönség volt a célközönség. Bevallom töredelmesen, nem volt se Amiga 500-asom, se Sega Genesis-em. Gondolom ez nem meglepő, főleg, hogy alig a rendszerváltás után jöttem elő a CRT TV fényereire. Itthon meg még alig ismerték a videójátékokat. Meg se születtem, miközben Zoli már tolta a Mario Landet. De nem voltam rest. Annyi erkölcsi felhatalmazást azért érzek magamban, hogy most a nyári uborka szezon közepén, mint egy pihentető nyári wellness programként essek neki az 1981-es Shadow of the Beast-nek. Több óra szenvedés után megjártam vele a poklopoklát, vért izzadtam, de nem tudom végigvinni, srácok, szégyellem, tényleg nem megy, nem lehet! A 89-es játék fejlesztői a Reflections Interactive, akik azóta az Ubisoft részét képezik, és jelenleg a Wildlands-en ügyködnek. A Shadow of the Beast eredetileg egy groteszk, fura, beteg vízió, egy mászkálós akció-pszichó-sci-fi fantasy videójáték. Esküszöm, ebbe aztán minden van, amitől fura lehet egy videójáték. Folytogató, szorongató világa, döbbenetes, még mai szemmel is, vészjóslós, közben archaikus hangokra épülő zenét pedig az a David Whittaker írta, aki a legnagyobb brit szit zenészek egyike. Ezek voltak azok a tehetségek, akik az infantilis prüntjögésből kiemelkedő zenéket komponáltak a játékokba. Na most jó, most hány irányba ugorjak szét, szana? Hát nem tudok ennyi fele figyelni. Szürke véres Pac-Man. Jó, akkor itt menjünk tovább. Jó, ezeket a pókokat nem lehet legyilkolni. Elképzelhetetlen, hogyan játszották mentés nélkül ezt az emberek, így is egyenként tépkedtem ki a nem létező szakállam. Egy seregnyi furcsa lény szeleteli az életpontodat, amit csak nagy ritkán tudsz újra tölteni, és ugyan együttésből leterítheted a neked támadókat, de ahhoz tökéletes ütem kell. Elég csak egy hangyafasznyi millisekundummal előbb vagy később megnyomni az ütésgombot, azonnali bukta is büntetés. Én kipróbálásra ajánlom nektek, de csak óvatosan és kis dózisokban, gyengén
gyengébb idegzetűeknél a billentyűzet számítógép hűtő kombó fog a csukott ablakon repülni a szomszéd garázsának tetejére, ezt garantálom. A 2016-os Shadow of the Beast sajnos finoman szólva se vállalta túl magát, mert se nem lett egyedi, se nem lett egy az egyben remake, valahol a kettő közt akar utat törni magának. Adott egy lehengerlően beteg környezet, egy kisgyerek, bizony, igen, ő Arbron, ez a taknyanyála egybe Alien, és bár a földön nem Alien, de egy sötét úr bizonyos Melville tartja őt fogságban, mágikus erejének köszönhetően. Ők ketten élik mindennapi szolga-szolgát, szörnyszülött életüket, ölnek és lelegelik az embereket. Hát ő ilyen kis kedves lény. A történet szerint Arbron azonban öntudatra ébred, miután meglát egy apa karjaiban lévő kisgyermeket. Feltörnek benne rég elfeledett emlékei apjáról, valamint arról, hogy eredetileg ő ember volt, egy kisgyerek. Egyszer, mint rabszolga tartója és egyben megnyomorítója ellen fordul, hogy visszaszerezze emberi testét. A játék tulajdonképpen erről a hadjáratról szól, hogy hogyan kapjuk el a sötét varázslót, aki közben minden irányból ránk uszítja mindenféle színű szagú szörnyét. A Beast egyik legnagyobb érdeme, hogy összességében tiszteletben tartja az eredeti széria sajátosságait, és látszik annak az igyekezete, hogy kiszolgálja a régmúlt játékosait is. Lehetőségei szerint kellően groteszk és furcsa maradt, de nem mondanám, hogy minden esetben olyannyira fantáziadús, értsd, beteg víziókkal találkoznánk, mint az eredetiben. Sajnos leginkább vérrel és vérengzéssel pótolják ezt, semmint fantáziadús megoldásokkal, és ez nagyjából az egész játékra jellemző. A pályakörnyezet hangulatát, fantáziavilágát tekintve némileg hasonlít az elődhöz, de a 3D technológia miatt mégsem tűnik olyan ijesztőnek. A tárgyak és a szörnyek egybeolvadva betagozódnak a környezetükbe, ami ebben az esetben pont kár, mert az első rész ettől a diszonanciától működik igazán. A képi megvalósítás nem igazán szép, se torz, semmi különleges grafikai megoldást nem látni. Nem játszik a színekkel, nem aknázza ki azt, amit az elődje megpróbált, pedig semmilyen narratíva vagy történet nem áll a játékmenet igazi útjába. A képi világ inkább csak a térrel játszik, pedig a környezet ugyanúgy furcsa, de kevésbé torz. Egy szóval az alapélmény átjön, de csak a felszínen. Az eredeti rész egyik kitűnő megoldása a kimondhatatlan parallax scroll volt, amely miatt a mozgás térhatást eredményezett a szemnek. A tárgyak elől mozogtak, hátul viszont lassabban ment még egy réteg. Az eredeti Shadow of the Beast-ben 12 ilyen réteg mozgott, ettől tűnt baromi dinamikusnak, és akkoriban ez igen nagy technikai innovációnak számított. Kettő. Nem lehet olyan tempóban, mint ugráljak, vagy mit? Gumimaci, vagy mi a picsa? Ez az! A remake alapvetően ezt használja továbbra is, de a nagy különbség, hogy immáron 3D-ben kell teleportálgatni a térben. A harcrendszer és a hozzátartozó irányítás eléggé kényelmetlen lett, legalábbis engem rettenetesen zavart, sok-sok próbálkozás és agyalás után sem állt rá a kezem. Az ütések most is követik az első rész trendjét. Egy ütés, egy halál az ellenfélnek. Egy ütés elszenvedése, egy életpont elvesztésével jár. Az eredeti nem használt filmes eszközöket a verekedéshez, Prince of Persian kívül nem is nagyon volt filmes eszközöket használó videójáték ekkoriban, emiatt nem is volt zavaró az animáció olyan jellegű hiánya. Az újra gondolt változatban a probléma, hogy ugyanazokat a mozdulatokat váltják a verekedések, mindig ugyanúgy harapunk neki az ellenfélnek, ugyanúgy ütünk, vagy ugyanúgy rugunk. Pár óra múlva rettenetesen monotonná válik a szörnyekkel szembeni verekedés, semmi újdonságot nem fogunk bennük tapasztalni. A régiből átemeltek egy tök jó alapgondolatot, de sajnos nem működik túl jól. Figyelni kell az ütemre, védekezésből kell kontratámadni. Néha, amikor elfogy az életed, amiből kezdetekben maximum 11 lehet, azaz 11 hibát ejthetsz egy pályán belül, a megfelelő gomb lenyomásával begyűjted az életpontot az ellenféltől. Nem mellesleg egészen nehézre sikerültek ezek a harcok, de az igazi platformerek egy az egyben kimaradnak a csatákból. Fájó hiányosság, hogy nem is kell nagyon mozogni, sőt, néha az egyes főellenségeknél nem lehet ugrani, csak néha jó ütemben lenyomni balra vagy jobbra irányítva a négyzetet. Így megütöd, aztán megy le az ellenfél számlálója. Ez az. Ez az! És fejemre esik a... az három! Ez az. Ez az! Gyerünk! Nem, de hogy éred azt ott el? Vannak azért mászkálós epizódok is, de a mozgás eléggé statikus. Kicsit olyan érzésem volt, mintha saktáblákra lennének felosztva a lépések, és emiatt akadozóvá válik Arbron mozgása.
A mozgást a térben előre-hátraugrálások próbálják színesíteni, enyhe platformer feladatok azért akadnak a játékmenet során, ami kimerül abban, hogy néha teleportálni kell ide, meg oda, amíg az átjárók nyitva vannak. Ezek sajnos nem elég dinamikusak, és kiérződik, hogy a környezet mozgáskultúrája egyszerűen nem elég smooth ahhoz, hogy megragadjon. Még azt is mondanám, hogy ezekből a részekből kellett volna sokkal több a játékba, a folyamatos húsdaráló akció helyett. Talán az a hiba, hogy a fejlesztők itt túlságosan ragaszkodtak az alapanyaghoz. Emiatt végül abba a furcsa hibába estek, hogy nem választottak új megoldásokat, de a régieket sem tudták átmenteni abból az apropóból, hogy ma már nem mindent, sőt, semmit se lehet egy az egyben átemelni. Ehhez újra kell gondolni a játékelemeket. Ehelyett néhol inkább modernizáltak a játék bizonyos elemein, míg másokat a régiségénél fogva hagytak meg. A modern mai videójátékokból ismerős fejlődési rendszerrel fogunk találkozni, amelynek talán egy platformer során több relevanciája van, mint bármi más műfajban. Itt hála nem lóg ki a játék összképéből, sőt, tudtak is rá építeni a fejlesztők. Az különösen jó pofa meglátás, hogy a játék során szerzett pontokat elkölthetjük életpontokra és minden egyébre, így végre van értelme gyűjtögetni, minél több kombóval dolgozni, nem úgy, mint a régi játéktermekben, ahol csak egy listán jelent meg a neved. Annak ellenére, hogy a kombók nem látványosak, a pontokat ennek okán szívesen gyűjtögettem. A pontokat a PlayStation Networkön keresztül össze is hasonlítja a játék. Minél többet gyűjtesz, annál előrébb vagy a ranglétrán. Ennek azért van némi retro-utó íze, amiért szerintem tök vagány. A játékmenet azonban folyton visszaesik a saját unalmas kis medrébe, kevés mászkálás, jönnek a szörnyek, lecsapod őket a négyzettel, néha védekezel, kontraütés, esetenként meghalsz, hard nehézségen állandóan meghalsz. Ezt nem lehet ennyi ellenfelet kibírni, hát akkor lesétálok inkább. Ott meg ugrál egy... kör alakú... egy muffin, vagy én nem tudom. Mi van? Mi van? Merre menjek? Mi? Kinyílnak a kapuk, miután elfogynak a szörnyek, mehetsz tovább. Néha-néha valódi filmes betéteket használ a játékmenet, kimondottan sokat. Látjuk, ahogyan a főellenségünk megszökik, vagy lejön egy még nagyobb szörny, így alapvetően az átvezető animációkból nincs hiány, csak kissé kilóg a lóláb. Miközben játszottam, folyamatosan egy számomra nagyon kedves platformer, a Shadow Complex jutott eszembe, hogy ott mennyire jól működött a lövöldözés, a mászkálás, egy vérbeli modern platformert kaptunk akkor, miközben minden ízében fejet hajtott a régi nagyok előtt. Na ehhez kellett volna mérni a Heavy Spectrumnak a Shadow of the Beast-et is. Persze az is igaz, hogy egy egészen kis fejlesztő csapatról van szó. A Shadow Complex anno egy szépen okosan átgondolt, de merész változtatásokkal teli kontra remake-nek is tekinthető, míg a Beast egy nem feltétlenül rossz, de összességében céltalan újragyártása az eredeti hack and slash-nek. Nincs vele olyan mérhetetlenül nagy probléma, helyenként leköti a figyelmet, de nem emelkedik ki az egyszerűségből még hangulatában sem, pedig azért azt elvárná az ember, főleg, ha történetesen tudjuk, hogy olyan is akad a fejlesztő csapatban, aki 16 éves kora óta ismeri az eredeti alapanyagot, és a mai napig a kedvence. Egy valami viszont kiemelkedően jó ebben a játékban, ami konkrétan odaszegezi a hallójárataidat. A zenei aláfestés. Az eredeti Shadow of the Beast muzsikáját tökéletesen emelték át újkori hangszerelésbe. Néhol a Batman Arkham sötét világába, máskor a Mass Effect sci-fi hangjaiba megy át a dallam, végig megtartva az eredeti játék ütemét. Bár az eredeti dallam némileg az autentikusabb, fuvola, pánsibb dob hangjait idézi, ám a remake esetében is a muzsika brutális hangulati faktorral bír, és napokig nem tudtam kikapcsolni. Erre a dallamra csatázni, ütni, menetelni, vadászni, erre a bajós, vészjósló, de kitartó küzdelemmel teli zenére lélekemelő élmény volt, és jól illik ehhez a zavarodottság érzéshez, amit a játék azért valamennyire sugallni akar. De hallod, átugrom a rohadt, vérzőszájú, mocskos Pac-Mant. Hát hogy csinálták meg az emberek régen? Hogy a fenébe csinálták meg a játékosok? Tehát miért tartott egy-egy játék évekig? Ezért? Nem lehet a Kelbimbót kikerülni. Én is hasonlóképpen zavarban vagyok amiatt, hogy a Shadow of the Beast valójában kinek ajánlható. Ahelyett inkább azt ajánlom, hogy kóstoljatok bele a retro életérzésbe, már aki ezt nem szokta.
Ugyan a remake is tartalmazza az eredeti játék Amigára megjelent változatát, de a régebbi részeket szépen sorban, fogcsikorgató nehézség ellenére érdemes nyomni akár emulátorral is, és ha különösképpen tetszik ez az egész, akkor érdemes a remake-et is megvenni. Azonban lehet, hogy elég érdektelen lenne mások számára, és engem sem győzött meg különösebben. Sajnos nincs meg benne az a spiritus és odaadás, ami az eredetiben benne van. Az eredetiben a már említett kiaknázatlan lehetőségek izgalma van benne, hogy a fejlesztők feszegetik a határaikat és keresik az újdonságokat. Az újkori bíztet azonban nem újra gondolták, vagy nem teljesen, hanem újra gyártották a modern videójáték jellemzői mentén. Grafika? Check! Fejlődési rendszer? Check! Elegendő vér? Check! Új ötletek? Van kedvem úgy pénzt keresni játékon, hogy közben képes vagyok a megújulásra? Nem. Az érzésem végig kettős volt, amennyire maga a játék is az. Belepakoltak egy-két a modern videójátékokra jellemző trendi dolgot, viszont igyekeztek meghagyni az alapokat és az alaphangulatot is, amiért abszolút respekt. Ellenben ahhoz, hogy kimondottan jó játék legyen a Shadow of the Beast, nos, ahhoz több új ötlet, pontosabb, vagányabb harcrendszer, groteszkebb és torzabb világ kellett volna szerintem a vér helyett. A tisztelet megvan az előtt felé, de a megvalósítás sajnos elég felemásra sikeredett. Legközelebb találkozunk, hogy hol és mikor? Hát, hogy hol, azt nem tudom, de leginkább azelőtt, mielőtt mindenkit elérne a mámor. Sziasztok! Na! Nem, 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 nem! Na jó, oké.